Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, ó, BF1, meg a jó ég, hogy végre kidobtad azt az istenverte novemberi pecset, amióta már az összes játékos úgy várt, és kezd meg itt játszhatóvá válni a játék. Ez már egy rutin lesz a battlefield -eseknél. úgy néz ki, hogy á, megvan, dobjuk ki egy játékot két hét fejlesztés után, és akkor majd az elkövetkezendő egy évben a sok birka majd játszani fogja, és akkor elkezdjük kiavítani a hibákat. Nos, éppenséggel most ez történt, hibákat javította, ki továbbá másokat okoztak, vagy hát nem tudom, elég furcsa egy patch ez, de lényeg, 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 összesítve fantasztikus dolgokat értünk el a Battlefieldben újra, és, és tényleg egész, egész jó kulturál dolgokat fogtak, ö, dobtak ki a piacra jelenleg. Hál' Istennek, hogy nem kell pénzt kiadjunk azért, hogy kapjunk végre egy játszható játékot, mármint mint egy, egy pecset, uh, amivel játszhatóbbá válik a játék. De nem is húznám nagyon az időt, a főbb dolgokon át fogok most menni, csak hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi az Isten nyilát kaptunk. Nos, a Suez kanál, nem tudom ki, hogy volt vele, Suez kanál, ha a brit oldalon kezdtél, mindig, mindig vesztettél és nagyon nagy uh, eséllyel vesztettél, mert ugye az ottománok és a törökök azok uh, fogták lezúzták a képedet, mert valahogy úgy volt elrendezve a pálya, és hatalmas clusterfuck volt az egész, ugye ott főleg B, B környékén, de én szerettem, nem tudom, hogy vagytok tivel, és én szerettem ezt a clusterfuckot, lehet azért, mert eleve szeretem a pörgős játékokat, stb. is a bírok megülni a seggemen egy pillanatig, de most öt zászló áll rendelkezésre, hogy nagy clusterfuckot csináljunk. Na most Suez, a Suez Canal is emlékeztet egy ilyen Operation Locker BF4-ben, most ilyen lineárisan van az összenszor, kicsit ki vannak tolva, itt ott be van rakva egy jármű, és mindenkinek nagyobb boldogság, hogy ki lehet menekülni, éjjel Battlefield egy perc Suez kanál, és valóban azért azért egy kicsit játszhatóbb lett. Na, meg kell, meg kell hagyni, szóval uh, több opciót kínál, hogyha beszorítanak a sarokba, akkor ki tudsz, át tudsz menekülni egy másik zászlóra, stb. stb. Szóval ez, ez nem, nem egy rossz dolog. Nos, uh, mortár. A mortár egy kicsit átlan, akkor Mindenki mondja, hogy mortár OP. Még mindig OP, de annyival nehezítették meg a dolgot, hogy most van neki egy ilyen 4 másodperces késleltetési ideje, ami, uh, ami ahhoz járul hozzá, hogy pontosan lője. Ha nem várod meg ezt a 4 másodperces uh, késleltetési időt, nem fogsz pontosan lőni, és nem fogod leosztani ezt a 65 uh, maximális damage-et. Ez, ez benne a poén. Tehát, a most már a gyors tüzelési mód. Pim 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 pim, az macera működik, még mindig lehet, de előfordulhat, hogy nagy pontatlansága találod az embert. Próbálni kell, szerintem lehet az lesz, hogy így kiszámolod az embernek az útvonalát, kurvára mindegy, hogy hogy lősz, ha úgy lősz, így is így is találja, szóval. Nos, majd meglátjuk, ezt, ezt próbálni kell. Egyelőre eséltek a mortáról. Nem egy rossz dolog, én azt kell, hogy mondjam, mert azért tényleg tudott top lenni a mortál ebből a szempontból. Megjelentek a szerverek, ó, szerverek is áldjon meg titeket, de jó, hogy végre bejöttetek, de ezt kapjátok ki a, sz a szerver tulajdonosoknak, aki amúgy is elég kurva drága lehet bérelni valamit, egy bf egy szervert, ezt kapjátok ki, nincsen uralma a saját szervere fölött. Ez mit jelent? Nem tudod lejelszavaztatni például, és nincsen kickban opció. Nem tud kirakni a csítereket. Mi a fasznak vegyen az ember akkor egy szervert, érted? Valamit nem tudom, 100 euró, az meg egy Battlefield szervert, Tehát egy euró per, per slot, vagy valami ilyesmi, vagy másél euró per slot, egyszerűen elképesztő árat elkéne érte, és még nem is tudod magamnak teste szabni, úgy, mint Battlefield 4-ben tudtad például. Ez, 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 valószínűleg ez a jövőben változik, de anyád, ezek, ez, ezeknek mi bajuk van? De mi bajuk van? Komolyan. Megérkezett a Fog of War. Tök izgalmas lesz szerintem. 600 ezer millió ember fogja ezt játszani. És többet senki sem egy nem, Conquest-re vagy operations egyszerűen el fogják felejteni. mindenki Fog of war hozni fog. Mert a Fog of War olyan izgalmas játékmód, hogy nincsen minimap és ö, nincsen Iva is, bocsánat, nincs minimap és köd van. Mm, tehát nem tudsz spotolni. Mm, az igen. Ú. Uh, és TDM-be előadták mindezt. Szerintem rögtön rohanjunk és játsszuk ezt. Ez tök fantasztikus újítás. Nos, um Ó, oh, hát képzeljétek el, srácok, a Battlefield végre meghozta azt, ami minden játékban alap, most már a menüben is tudod, be tudod állítani a fegyvereidet. Na, de hogy minden jóban legyen valami rossz, be tudod állítani a fegyvereidet, de a járműveidet nem. És nem tud őket beállítani, nem tud őket kiszínezni, megszínezni, fegyverek, az még nem. Érted, mert az, 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 hogy néz ki, hogy azt is belerakják már is abba az árba, amit így kifizettél ezért a játékért, és így, uh, na, szóval, ilyen boldogságok vannak még a, uh, a patchben, de most már tudjuk a menüt kasztolni, de legalább be tud állítani a fegyverét, ez, ez, egy tök jó dolog, és nem ott játék közbe kell kiillódjál azzal, érted, de ami tök alap kéne, hogy legyen, most jön be egy patchbe, de és még azt se tudják becsületesen megcsinálni, the fuck, the fuck. Na, e, ja, állítólag, <laughs> ez majd meglátjuk, állítólag optimalizáltak a processzoron, illetve DirectX 12 opciókat vezettek be, hogy jobban, szebben, csinibben fusson az egész dolog, több FPS-ed legyen, hát ez majd elválik. Lehet, hogy csak a Direct 10, DirectX 12-vel rendelkező processzoroknak optimalizáltak valamit, a többi meg nem a szaron. nem tudjuk. A lényeg az, hogy szebben, jobban kell fusson, de ez majd elválik. Operations, na nem tudom, hogy vagytok vele, Én szeretem az Operations, tényleg szeretem az Operations, csak valahogy sose az attacking teambe ö, kerültem, és és mindig a védekező teambe kerültem, és valahogy mindig egy olyan teambe kerültem, ami mindig így vesztett. Tehát az attacking team mindig nyert, talán kétszer, ha támadtam, de akkor is nyertem. Erre, erre állítólag a statisztikák úgy mutatják, hogy az Operations-be a védő, csapatnak mindig jobb esélye van, ezért, ezért az operations a támadóknak több tiketet adtak továbbá, hogyha a visszavonuló uh, csapatból kiszedsz még néhány embert, extra tiketeket fogsz kapni. Mmm, bravo, nice, ez kellett. Na, uh, nem tudom, hogy ez jója vagy nem, ti hogy tapasztáltok az Operations-t? Én nem tudom, én úgy érzékeltem, hát, hogy a nyerő csapat mindig nyer vagyis a támadó csapat mindig nyer, ez jó, a nyerő csapat tényleg mindig nyer. Szóval a támadó csapat mindig nyer. Na, no, én ezt így Érzékeltem. Következő, nagyon durva, na ez, ez, ez egy frankó jó dolog. Látja, ez most, amit mondok, ez egy frankó jó dolog lesz. A Squad Leader átalakítása. Hogyha most ezentúl egy csapatban valaki request-orderel, és 60 másodpercen belül a Squad Leader nem ad ki egy parancsot, akkor a parancsnokság át fog szállni arra az adott illetőre, aki ö, kérte a parancsot. Szóval ezzel megadva az esélyt azoknak, akik akarnak squad lenni, azokat az extra pontokat be akarják gyűjteni, mert igenis számít az az extra 100 pont kb. nem tudom, percenként bele lehet gyűjteni extra 100 pontot, az fontos, hogy a squad leader adjon ki parancsokat, és most átszáll egy olyanra automatikusan a squad aki oda is figyel arra, amit csinál a pályán, és, és ez, ez, egy igen jó dolog. Nos, és ez, erről nincs is több, de ez, ez, egy, egy, nem tudom, hogy miért kellett ehhez, BF3, BF4 és uh, Battlefront uh, gyakorlatilag, ez, ezből a három, ez, három részből, sőt BF2-t is hozzá tudom tenni, hogy miért kell ennyi év, hogy ez, ez megvalósul, hogy erre rájöjjenek, hogy, hogy ez hú, de jó dolog. Na. Uh, lmg oh, ó, szeretjük a Light Machine gun tudjátok, az Assault class és tudjátok abból, akiből a legtöbbet láttunk a pályán. Nos, a DICE statisztikája szerint kérem szépen, hát a játékosok alig használják ezeket. Há, mi, hát ez hogy lehet? Ezért javítottak rajtuk. Tényleg, uh, ennek, annak itt-ott javítottak, jobb lett az accuracy, jobb lett a Zoom accuracy, a No Zoom accuracy, minden kicsit nehezebb lett a felforrás, ugye az egy-két ilyen fegyvernél, egyszerűen fantasztikusak lettek a light machine gunok, -ok. Tehát ez egyszerűen, hogy többen használják őket, mert hogy állítólag kevesen használják. Mm, good job, Dice, Ja. Uh, yeah. Antier, antier végre lefokozták, hál' Istennek, nem, mintha nem lenne így is OP, ha véletlenül nem figyelsz oda, de most már lejjebb csökkentették a range a kocsinak is, és az Antiernek is. Na most ez mit jelent, hogy például a Monte Gappán kurvára megy, mert az Antier, ágyú, valahol ott tudja, pálya közepén vagy, érted, Eddig a pálya szélétől is egészen a másik végéig lehetett lőni a repülőket, de így, hogy a Montegápán például a pálya közepén van az Antier, így kurvára mindegy, mert így teljes széltébe be tud lőni a pályát. Legalább az Antier kocsiknak be kell jönni a pálya közepéig legalább, hogy valami, valamit elérjenek gyakorlatilag azokkal a repülőkkel. De még így is lehet, tudjuk jó BF4-ből tapasztalatban, hogy a szélén még így is lehet kempelni bőven, az arra tévedő uh, pilótákat nyugodtan meg lehet egy kicsit szeretgetni. Nos, betölpekek uh, update -etek. most már lehet vásárolni betölpekeket, ahogy geci drága, tehát érted, vásárolj betölpekeket, most már hál' Istennek um, ezek is bekerültek, és most már XP boostok -ok is esnek a battle ami tök jó dolog, mert egész squadra hat az az XP boost, és ez tök jó. Ja, ez is jó kell. Ehhez is kellett ennyi évfejlődés, hogy ezt, ezt kitaláljuk, tehát legalább két év kellett, hogy ezt, ez erre eljussanak, de tök jó, ez, ez, ez egy jó opció. Nos, hát ezek lettek volna a fantasztikus Battlefield egy pecsek, egy, e, egy, olyan dolog, aminek már eleve bele kellett volna, legyen a játék, amikor megveszed. E, ja, de mit szóltok ti hozzá? Mi, mi a nagy vélekedtek, a fantasztikum dologról, ami egy alap dolog kellett volna ilyen a pénzedért? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!